Formula Student sok szempontból hasonlít a Forma 1-re, hasonló fejlődésen mentek át az autók, és maga a felépítés is hasonló, viszont abból a szempontból még talán jobb is, hogy ezeken az autókon egyetemisták dolgoznak, mérnök hallgatók és még más szakok tanulói, ezáltal valódi tudást szereznek arról, hogy hogy kell felépíteni egy versenyautót, és hogy egyáltalán hogy kell üzemeltetni egy rendes versenycsapatot, mert ne tévesszenek meg a méretek, ez egy rendes versenyautó. Most itt vagyunk a BME-n, a Budapesti Műszaki Egyetemen, ahol a BME Motorsport megmutatja, hát sajnos az idei vírushelyzetnek köszönhetően először ezt az autót a nyilvánosságnak. Pár éve már jártunk nálatok, de akkor egy teljesen más jellegű autót mutattak. Hogy is van most ez itt a Műszaki Egyetemen? Hány Formula Student csapat van? Hát hivatalosan 3. Ugye nekünk van a belső égésű kategória, ez nekünk jutott, valamint van még a BME Formula Racing Team, ők elektromos és önvezető autókkal foglalkoznak. Hogy oszlik ez meg egyáltalán? Tehát, hogy hova, mekkora, a, nem is tudom, melyik mennyire népszerű? Hova mennek szívesebben az emberek? Szerintem ez egyforma. Mert az önvezetőbe is azért nagyon sok emberbe lehet rángatni, főleg az én informatikus karokról. Hatalmas potenciál van. Mi pedig igazából a benzinmotorral tudjuk megfogni őket. Igazán jó a hangja, hagyományos, nem villanyos, megbízhatóbb egy kicsit. Ez nagyon furcsa abból a szempontból, hogy ugye, tehát ugye az egyetem az így a jövőre nevel, és így látjuk, hogy így megyünk a villanyhajtás felé, megyünk az önvezetés felé, de pont amiatt tök jó látni, hogy még amúgy ennek is van keretje. Ez most itt nem modellév szerint, hanem úgy általában így konkrét darabszám szerint hányadik autótok? Ez a BME Motorsportnak a második autója. Mégis egy hetes van rajta. Hetes van rajta, igen, mert megtartjuk a hagyományokat, hiszen a Formula Racing Team is épített már belső égésű autókat, szám szerint ők 5-öt, és akkor mi folytattuk a 6-ossal meg a 7-essel. Nem, azért az úgy látszik, hogy a Forma 1 evolúció megy végig kicsiben. Tehát ez most már itt egy karbon monokok, azaz egy darabból kiformált teknőfürdőkád, nem tudom mi a jó szó erre. Legyen a kád. Kád. De itt van még egy segédvázis. Egész pontosan hogy áll össze egy ilyen? Igen, a fő vázelemünk az a karbonszálas monokok, ez teljesen saját tervezésű, saját gyártású. Idén tudtunk rá tömeget csökkenteni, szerencsére 22 kilóra le tudtunk vele menni. Márhogy az egy elem, ami kvázi az... Igen, a karbonszálas plusz még az első bukókeret, mert be kellett laminálnunk egy alumínium bukókeretet, és erre jön még hátra egy hátsó segédváz, egy hátsó bukókeret, meg egy forgácsolt alumínium differenciálmű tartó, valamint mi már a motort is felhasználjuk, mint vázegység. A Forma 1-et azért ekézik nagyon sokan, mert hogy túlszabályozott, és hogy már nem látta olyan kretén meg érdekes műszaki megoldásokat, mint a 70-es, 80-as években. Rátok ez mennyire igaz? Itt azért nagyobb a mozgástér? Hát hiszen az, gondolom az a cél, hogy a diákok fejlődjenek, tehát... Igen, nagyon hosszú a szabályzatunk, 130 oldal, leginkább biztonsági pontokra tér ki, de megadja a szabadságot a fejlesztésre, tehát motor szempontjából sincsen nagyon megkötve a kezünk, erőátvitel szempontjából sem, futómű is egészen szabadon választható, főleg még az aero is, úgyhogy igazából minden csapat kijelheti a vágyait. Azt mondtad, hogy itt a motor már mondhatni teherviselő elem. Igen. És én ahogy látom a Formula Student csapatokat, nyilván csak egy nagyon felületesen szemlélve, két fő ágazat van, az egyik az egyhengeres ilyen enduro gyökerű motorblokk, mert hogy az jó nyomatékos és kicsi és könnyű, a másik meg ez a 600 köbcenti környéki Sor 4, szintén valamilyen japán sportmotorból. De ti hogy erre az R6, Yamaha R6 blokkra szavaztatok végül? Hát mint hogy miért pont 4 henger, vagy miért pont Yamaha? Miért pont 4 henger? Aztán meg, hogy miért pont Yamaha? Igen, előző szezonban mi is egy hengerrel mentünk, tehát ez a Sengine által szolgáltatott motor volt, KTM alapokon nyugszik, egy hengeres. 450? 510. Hát 450-es volt, aztán ők módosítottak rajta, igen, ez 510 köbcenti volt. Egy henger szívó, ők segítettek elindulni nekünk az első szezonunkban egyébként, aztán a szezon végén megbeszéltük velük, hogy más koncepciókat vizsgálunk, információkat cserélünk egymással, és így jutottunk ki végül, hogy mi kipróbáljuk a mezőnyben másik legnépszerűbb konstrukciót, a 4 hengert, a Sor 4-et. És miért pont egy 2004-es Yamaha?
Hát igen, erről volt a legtöbb információnk, tehát mondtam, hogy korábban már volt itt 5 benzines autó, ezek is Yamaha motorral voltak szerelve, meg más csapatok is ezt használják, valamint hát szerencsés még az évjárat, mert bontóba lehet kapni hozzá alkatrészt, hogyha éppen úgy esik, mert nem is olyan drága, viszont még van gyári utánpótlása is. Azt mondtad, hogy azért az nagyon sok embert megfog, amikor ez 13 ezerbe sikít, de hogy azért a szervezők nem szeretnék, hogy sokan meghalljanak, ezért ezen van egy szűkítő. Igen, a pillangószelep után nekünk be kell építeni egy 20 mm-es szűkítőt. Ez valahol itt van egészen fönt? Itt van teljesen a pillangószelep tövében. Ja, hogy ez nem egy konkrét elem, hanem kimunkáljátok az airboxból? Ez az airbox, ez kettő félből áll össze, kettő szerszámfél, és a kettő karbon részt ragasztjuk össze, és az ad ki egy, hát egy kört lényegében ott, ami pont 20 mm. Értem. De gondolom az airbox akkor már általatok méretezett, teljesítményhez hangolt. Miben nyúltak még bele a motorban? Marad például a belső mechanika? Tehát mondjuk igen, hát szerintem az a legegyszerűbb, hogy fentről indulunk, tehát a szívórendszert azt teljesen módosítottuk. Ott gyárilag ebbe egy hengerenkénti pillangószelepes rendszer van. Nekünk ezt ki kell ebből szedni, mert nekünk a pillangószelep után kell szűkítőt berakni. Ez 4 hengernél macerás lett volna, viszont a gyári befecskendező rendszert ezt meghagytuk. Sosem mozgatott azt titeket, hogy egyszer egy elhagyott reptéren kipróbálni, hogy milyen szűkítő nélkül? Vagy nincs huligánkodás a céges autóval? Vagy ez hogy van? Hát, hivatalosan nincsen. De is nem hivatalosan? Úgy sincsen. Nem, ha vezérlést kellett hozzáállítani, mert ugye nagyon hamar befolytjuk a motor, tehát ilyen 10.500 felett, mert egyszerűen nem tud több levegőt beszívni. Ott megáll a teljesítménygörbénk, ezért arra próbáltunk törekedni, hogy 10.500-as fordulat alatt minél nyomatékosabbak legyünk. Tehát oda hangoltuk hozzá a vezérlést is, meg a kipufogó rendszert is. Tehát a szívó oldali vezérműtengelyeket átköszöröltük egy másik profilra. És ez a versenyszám, ez a versenykategória, az FS, az nem a végsebességről szól. Tehát nem. Azért a váltón is lehetett egy kicsit faragni. Mit műveltetek a sebességváltóval? Maradt az a szekis váltó, amit a motoron a lábaddal pöszkölgetsz? Igen, szekis váltónk van, viszont nem kézzel, lábbal aktuáljuk, hanem pneumatikus rendszerrel. Valamint abban nyúltunk még bele, hogy kivettük az 5-öst és a 6-ost. Tehát forgótömeg, nincs rá szükségünk, mert 120-at kell menni az autónak a pályán. Egyszerűen tömegcsökkentés, pörgősebb hajtáslánc, azt kivettük belőle, ilyen távtartókat raktunk meg, visszaköszöröltük a fogaskerekeket. Emellett kapott egy egyedi programtengelyt, mert a gyári váltó az 1-es üres 2-es, nekünk meg üres 1-es 2-es kellett, mert... Visszaváltotok a futamok során 1-esig? Igen. Nagyon sok hajtűkanyarral meg szólom, ott kell. Tehát kvázi egy kólás kupakon fordul az autó. Igen. Ha most ez lehet, hogy egy kicsit gonosz kérdés lesz, de itt, ahogy itt van ez az autó, nyilván látszik, hogy van rengeteg gyártott alkatrész, meg vannak mondjuk elemek, amik jönnek készen motorsportgyártóktól, meg beszállítóktól. Hány százaléka az, amit csak ti terveztetek és gyártottatok ehhez az autóhoz, és mi az, ami készen jön? Tehát mondjuk mondanod kéne egy ilyen arányszámot. Hát szerintem 90-10. 90%-a az, amit ti rajzoltatok meg? Igen. Értem. Hát a gyári elemek az kötőelemek, elektromos elemek, vezetéket nem gyártunk magunknak nyilván, se kapcsolókat. Futómű gondolom. Hát igen, a lengéscsillapító az egy vásárolt alkatrész, ahogyan a fékben is nagyon sok elem, valamint hát a differenciálmű. Drexler. Igen, és Sperdifit használunk. Rengeteg alkatrész van, amit mi tervezünk. Tehát futómű rudazattól kezdve, váz, aero, tehát az aero elemek azok gyakorlatilag teljesen saját tervezésűek, saját gyártásúak, abban csak a kötőelem, ami volti. Ti nem vagytok még kész mérnökök, tehát ha jól sejtem, mindenki a diploma előtt van. Vegyesen vagyunk, van már MSC-sünk. Van már MSC-s. Tehát mekkora a sikerráta egy új alkatrész tervezésénél? Tehát ha valaki leül, megtervezi, legyártjátok, akkor az jellemzően elsőre jó lesz, vagy van, hogy próbálkoztok? Hát próbálunk arra törekedni, hogy elsőre jó legyen, de amikor ilyen rövid fejlesztési idő lehetőségre, az egyszerűen nincs olyan, hogy mindig kiadja elsőre. Aha. Tehát muszáj, amikor reszelni kell egy kicsikét, pont összeér, de ezért próbáljuk elkerülni lehetőség szerint. Ugye a motorsportban ez a kiadja, nem adja ki, ez egy ilyen visszatérő elem. Igen, igen, igen.
Azt mondtad, hogy nincsenek nagy sebességek, mondtál egy konkrét számot, hogy a futamokon az átlagsebesség az 56 km/h. Most én nem értek hozzá, de az aerodinamikai elemek akkor tudnak dolgozni, hogyha van aerodinamika, tehát sebesség. Akkor hogy? Azt mondtad, ez az első autótok, amin már ilyen elemek vannak. Ennyire fontos lenne már ilyen kis tempónál is, hogy ez hogy áll össze ilyenkor? Természetesen, egyszerűen aero nélkül nem lehet versenyt nyerni. Minden top csapatnak van, ez hatalmasat dob kanyarsebességbe, fékezésnél mindenhol, és igazából hát egy túlméretezett aerónak tűnik ez egy ilyen autóra, de mivel kicsi a sebesség, ezért muszáj a nagy szárfélület azért, hogy már kicsi sebességnél működjön, tehát szolgáltasson nekünk elegendő leszorító erőt. És azt látom, hogy itt azért vannak ilyen, mondjuk szemre random módon elhelyezett, de nyilván okkal odarakott terelőelemek. Az autó ilyenkor megjárja a szélcsatornát, vagy ezek ilyen szimulációs eredmények alapján kerülnek föl? Nem, ezek CFD szimulációban lettek megtervezve. Tehát szélcsatornához kellene vagy egy teljes autó teljes aeróval, vagy egy kicsinyített mása, ami hatalmas költség, meg időbefektetés is lenne, viszont a szimulációknak köszönhetően könnyen pakolgathatóak az elemek, és pontos eredményt ad vissza. Van itthon egyáltalán szélcsatorna, amit használni tudtok? Van, igen, az egyetemnek is van egyébként. Van az egyetemnek is szélcsatorna, ez nagyon menő. És úgy láttam, hogy ugye a Grand Effectre rámentek, tehát van diffúzor. Igen, hát ezt még egy kicsit jobban ki tudtuk volna használni, hogyha kiszívjuk alól a levegőt ventilátorokkal. Szabad olyat? Most már szabad, idéntől szabad. Eddig úgy is volt meghatározva a szabály, hogy a ventilátor csak akkor szívhatja ki, hogyha fűtési célt is szolgál, ezért mindig azt átvezették egy hőcserélőn is, most már ezt kiszedték, és ki lehet szívni az autó alól. Csak az a baj, hogy kicsit késő jött a szabálymódosítás, aztán már a csapatok nagy része már elkezdte a tervezésgyártást. És ilyenkor egy brutál villanymotorral meghajtják, vagy a váltóból jön egy kihajtás, ami esetleg forgatja a ventit? Konstrukció függő, igazából bármelyik lehet. Mi, amin elgondolkodtunk, az egy dedikált 24 voltos ventilátor volt a célra. Uh-huh. Meg fogjátok ezt lépni következő években? Szerintem igen. Gordon Murray most ugye megcsinálta a saját szuperautójára, ott van rajta. Igen, hát sokat lehet vele nyerni, úgyhogy mindenképp el kell gondolkozni rajta. Ilyenkor mérlegeljük, hogy a befektetett tömeget vissza tudjuk-e szerezni. Mert hogy minden a súly. Minden a súly, igen. Tudsz arról mondani egy konkrét számot, akár köridőbeli javulást, akár leszorító erőt, hogy mennyit javult az autó ahhoz képest, mint amikor nem voltak rajta aerodinamikai elemek, illetve csak az egy diffúzor? Igen, az a diffúzor az még nem sokat segített nekünk, de még köridő javulásban olyan 15%-ot azért várunk tőle. Hiszen nem tudtátok még kipróbálni? Nem próbáltuk ki, viszont futtattunk szimulációkat, aeróval, aeró nélkül is köridő szimulációkat. Mondtál egy érdekeset, hogy azért ez már 120-nál ez is fennmaradna a plafonon. Igen. Ezt meg kéne csinálni. Hát rövid időre távirányítással, mert az olajrendszerünk például nem bírná el, hogyha fejjel lefelé mennénk. Igen, ezt mondjuk nem lehet felrúni a Yamahának, hogy ezzel az esetőséggel nem számoltak. Hát mi sem számoltunk vele. Aktív aero az játszik, vagy az már nagyon kívül van a szabálykönyvben? Lehet használni, sokan alkalmazzák is, DRS szoktak lényegében. Aha. Tehát valamelyik hátsó flapet a szárnyba megemelik egyenesbe, ez összekötik kormányszenzorral, pedálszenzorral, az autó érzik, hogy mikor megy egyenesen az autó, és akkor nyitja. Gondolom itt is a súly az, ami befolyásoló erő. Igen, súly meg vezérlés. Súly meg vezérlés. És ha már a súlynál tartunk, szénszál, kromolibdén, 4-hengeres motor, hány kiló ez így most? 200 kilóra sikerült kihozni ezt az autót. Ezzel a brutál aerocsomaggal együtt? Igen, igen, igen. És ez a 200 kilóhoz van 90-95 lóerő? 95. Tavalyi autókereke, idei autókereke. Azért még gumi nélkül is látszik, hogy az átmérőbeli különbség az komoly. Miért álltatok át kisebb átmérőre? A legfontosabb befolyásoló tényező az itt is a súly volt. Tehát egy ilyen Continental gumi, ilyen alufelnivel, hát ilyen 8,5 kg körül áll meg. Ennek az OZ felnének a tömege pedig ilyen 1,5 kg körül alakul. Gumizva olyan 4 kilónál megáll ez, tehát a rugózatlan tömeg az jelentősen csökkent, tehát a 4 keréken spóroltunk így több mint 16 kilót. Azt mondtad, hogy a gumi
az nem fejleszthető, nem gyártható, annak szél, tehát hogy kereskedelmi forgalomban megkaphatónak kell lennie. Milyen szakágakból jönnek ezek a gumik? Ez valamilyen nyitott karosszériás Formula Junior? Ez meg már go-kart? Vagy hogy alakulnak ezek? Nem, ezeket mind Formula Student célokra fejlesztették ki a gyártók. Már van akkor a piac? Persze, igen, tehát a felni is, rá is van írva, hogy studentnek szánták. Ez mind nekünk lett kifejlesztve. Hány éve működik a Formula Student, mint intézmény? Azt lehet tudni, hogy mennyi idő kellett ahhoz, hogy a nagygyártóknak is megérje ehhez? Hát nagyon régóta működik, Amerikából elindult olyan 30 éve, ha jól tudom. Tehát egy eléggé nívós sorozat. Európában szerintem olyan 15 éve van már nagyobb hagyománya. Értem. És mondtál egy számot pénzügyileg, hogy mennyibe kerül egy amúgy ilyen rendkívül szexi ózé felni? Igen, egy szett az 1000 euróba kerül, és hát ebből kell egy verseny legalább 2 szettet elvinni, és fel kell gumizni egy szárazpályás, meg egy esős szettet is. Értem. És mondtad is, hogy az autó amúgy 200 km alatt megeszi. Mennyit mentek egy futamon? A verseny hétvégén, vagyis hát verseny hét, mert nekünk gyakorlatilag egy egész hetet elvisz egy-egy futam. Nincsen túl hosszú pályaprogram, hiszen ez nem egy autóverseny, első körben nem mérnök verseny. Uh-huh. És ilyenkor ilyen 30 kilométert tudnak megtenni az autót. Beszéljünk egy kicsit az emberi oldaláról. Hány embernek a munkája van ebbe benne? Most a csapatban 40-en vagyunk. És hát igen, ez egy éves munkánk lényegében. Egy éves munka, és ezt hogy kavarta meg idén a vírus helyzet? Mondtad, hogy ez az autó, ez még egy praktikusan egy métert sem menten erőből. Igen, hát normál esetben olyan 9 hónapunk van elkészíteni egy autót, plusz a 3 hónap teszt és versenyszezon. Most ezt ki kellett húznunk 12 hónapra, mert 2 hónapot mi se tudtunk bejönni az egyetemre, úgyhogy azt elvesztegettük azt az idő sajnos. És mi a cél ilyenkor, hogyha egy ilyen szerencsétlen helyzet áll elő? Meg akarjátok futtatni az autót, vagy ez így az egy az egyben megy át a 2021-es szezonra? Nem most, hogy igazából berendeltünk minden alkatrészt, mert minden készen volt lényegében, aztán egyszer bezártak mindent, így szeretnénk őket felhasználni, tehát most a szezonunkat átalakítottuk, egy kicsit nem versenyzünk annyit, hanem inkább a tesztkilométerek, aztán minden információ, amit így megszerzünk, az megy egyből a következő autónkba. Mert hogy lesz? Lesz, igen. És mondd csak, mennyi időt emészt ez fel? Mondtad, hogy ugye itt van, aki az elektromos részlegen dolgozik, van, aki a futóművön, van, aki a hajtásláncon, van, aki a menedzsmenten, tehát hogy tényleg úgy kell működni, mint egy rendes versenycsapat. Hogy mennyit viszel ezen abból az egyetem mellett? Hát az ember meg feladat függő, tehát van, aki 20 órát beletesz egy héten és tökéletesen el tudja végezni a feladatait, valakinek mondjuk főleg olyan időszakban, amikor összeszerelés van, tesztelés van, akkor beszalad ilyen heti 90, az azért már kicsit megterhelőbb szokott lenni. Nagy a fluktuáció? Cserélődnek az emberek azért. Ezt akartam kérdezni, hogy ugye itt az van, hogy itt emberek végeznek, elmennek dolgozni, lediplomáznak hasonlók, hogy ilyenkor hogy tud folytatódni a fejlesztés, hiszen egy nagy halomtudás az így elmegy a csapatból, hogyha mondjuk egy jó futóműves elmegy tőletek. Igen, ilyenkor az a kulcs az egésznek, hogy a folyamatot dokumentálni kell. Aha. Precízen, pontosan, valamint hát hogyha jó a hangulat a csapatban, akkor az alumnik, akik elmennek, ők maradnak később segíteni, hogyha esetleg új van. Tehát van olyan, hogy visszajárhat? Hát tervezni nem tervezhet senki, aki már elvégezte az egyetemet, tehát nekünk csak egyetemi hallgatók lehetnek csapattagok, viszont van egy alumni bázisunk, és őket lehet felhívni, segítséget kérni, hogyha éppen valamit nem értünk, megkérdezni, hogy ezt miért csinálták, hogy csinálták, mi lett az eredmény. A tanárok és az előadók hogy állnak ehhez a dologhoz? Hogyha tudják, hogy eredményesen dolgozod egy ilyen csapatban, akkor azért egy kicsit lazábban kezelik a te időbeosztásodat, vagy ugyanúgy megkövetelik, mint hogyha nem Formula Student. A jelenlétet azt meg szokták követelni, viszont az itt kiadott projekt feladatainkat tudjuk később az egyetemen is hasznosítani, leadjuk ugyanúgy, tehát szakdogát lehet nálunk írni, vagy pedig tervezést. Már hogy az autó egyes elemeiből készül a szakdoga? Igen, ez a rendszeres, tehát az ember úgyis itt eleget dolgozik,
akkor nem kell neki még egy témát keresni, meg közben foglalkozni vele, hanem például egy futómű tervezést, egy vázmérést, bármi. Tudsz mondani konkrét példát, ami ezen az autón mondjuk szakdolgozat alapja volt? Igen, a futómegővel mehetjénk az teljes egészében, meg ami még most készülni fog, az a váznak a torziós meresség mérése. Értem. Hova tovább? Mik a célok 21-re, hogyha nekiálltak az újnak? Mindenképpen tömegcsökkentés, az a legelső. Valamint szeretnénk egy kicsit módosított vázgeometriát csinálni, más futómű geometriával egybekötve. Az a célunk, hogy a lengéscsillapítókat fel tudjuk tenni ide az autó tetejére, egy besülyeztett panel alá. De miért jó, hogyha oda rakjátok? Nem arra kell inkább hajtani, hogy lejjebb kerüljenek a nehéz dolgok? Hogyha lekerül az autó alá, és ilyen vonórudas felfüggesztést használunk, akkor nagyon megnőnek a rúderők, hogyha olyan szögbe kapja a terhelést, és igazából a monokok se bírnák ki nagyon, meg a rudak se a csavarok. Így, hogy oldalt van nekünk, ez egy, hát egy kompromisszumos helyzet, mert kibírja a rúd, viszont aerodinamikailag nem túl jó, tehát itt megkavarja az áramlatokat, ezért szeretnénk feltenni ide az autónak a tetejére, és besülyezteni, hogy a végáramlatokat ne zavarja be. Akkor ez valószínűleg így verseny nélkül fog felkerülni a polcra, vagy? Nem. Szeretnénk vele menni ilyen kis buli versenyeket. Most lesz Kecskeméten egy magyar csapatok számára kiírt forduló, meg szeretném még a szalombajnokságba elvinni pár fordulóra. Azért a szalombajnokságba ezzel odaállni egy kicsit szerintem pofátlan. Mentem szalomfutamon, és ez hát a tökéletesnél egy ilyen jobb eszköz oda. Hát oda győzni megyünk. Ja, szerényen.